Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 31-ére. A mai téma az az igazságtalanság. Ha megnézzük ezt a képet, ott az előtérben van ez a ház. Ez jelenti a te otthonodat, az életedet, hiszen szeretnéd ezt a nyugalmat, egy szép otthont, egy szép környezetet, és szeretnél nyugalomban élni. Mégis úgy érzed, hogy nem csak a jelenben, hanem a múltban is sok igazságtalanság élt téged. Nem csak ami a politikai dolgokat vagy a gazdasági helyzetet illeti, hanem a te környezetedben is vannak igazságtalanságok, és ezek növekednek, mint a gombák, és ezekről a témákról kellene most beszélni. Igazságtalanság élt a munkahelyen, az az egyik gomba. Igazságtalanság a környezetedben, lehetnek a szomszédok, a másik gomba. Igazságtalanságok a családban. A harmadik gomba, és így tovább. Ez lehet a párkapcsolat, ez lehet egy barátság, mert úgy érezted, hogy mások kihasználtak téged, de nem akartál senkit megbántani, nem szóltál ezekről a dolgokról, a politikai helyzetet illetően nincs szavad, nem tudsz kihatni az eseményekre, tehát így tűrni kell ezeket a dolgokat. De meddig? Meddig kell ezt tűrnöd? Valamikor eléri azt a pontot, amikor úgy érzed, nem megy tovább. Védeni kell magamat. Kell, hogy kimondjam a véleményemet. Itt érzelmekről is szó van, hiszen ez megbánt téged, hiszen ez csalódásokhoz vezethet, hiszen ez elszomorít téged. Az is lehet, hogy dühös vagy valamire vagy valakire, és most kell ezeket a dolgokat rendezni. Két lehetőség van, amikor úgy érzed, nem tudsz erre kihatni, mert senki nem figyel oda rád, nem hallgat meg téged, akkor hagyd ezt úgy. Álljanak meg a dolgok, tekints előre, lesznek újdonságok, ne foglalkozz vele. De viszont, ha olyan kapcsolatok vannak, például a családban, a környezetedben, ami a barátságokat is illeti, vagy a párkapcsolatot, ott megvan a lehetőség arra, hogy kimond a véleményedet, hogy megmond azt, hogy úgy érzed, hogy a másik kihasznált téged, nem csak az anyagiakat illetően, hanem ez lehet a te időd, az életerőd, mert mások rabolják az idődet, vagy olyan dolgokról beszélnek, ami nyomaszt téged, ami nem is érdekel, de mégis odafigyelsz, meghallgatod a másikat, de nincs időd erre, meg nincs kedved ehhez, akkor mondd ezt meg, de barátságosan, nem szabad másokkal vitázni, vagy veszekedni, az soha nem jó, hanem olyan nyugodtan mondd ki a véleményedet, de röviden, és nem kell ezért bocsánatot kérni, hiszen megvan a jogod arra, hogy éld a saját életedet, eltekintve a gombáktól, ami a te életedre utal, az a ház ott az előtérben. Ez nyugi, és van egy szép környezet, élvezd az életedet, élvezd az otthonodat, a környezetedet, és ne hagyd azt, hogy mások beleavatkozzanak a dolgaidba, ha te ezt nem akarod. Persze, ha kell a vélemény másoktól, vagy jó a kapcsolat, akkor őrizd meg ezeket a barátságokat, ápold ezeket a kapcsolatokat. Az a fontos jelenleg most így a mai napon, hogy olyan dolgokra figyelj oda, amit igazságtalannak látsz.
Le is írhatod, készíts egy listát, gondold át, hogyan tudod ezt befolyásolni. Ha nincs rá időd, vagy nincs meg hozzá az élet erőd, vagy a lehetőségek, akkor nem kell ezzel foglalkozni. Akkor töröld le erről a listáról. Ahol tudsz valamit változtatni, akkor változtass ezen. És most én is változtatok valamit ezen a képen, mert mutatok egy másik képet. És itt az ajurvédáról van szó, ami az élet bölcsességét jelenti lefordítva. A dossák azok bizonyos energiai mezők. Ha megnézem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint, október 31-én Szaturnusz bolygóig, mert addig vannak a személyes bolygók, ehhez jön a nap és a hold állása, akkor megállapítható, hogy a tűz elemében nincs bolygó. A föld elemében van a hold és Szaturnusz bolygó, a víz elemében egy visszatekintő Jupiter bolygó, ami szimbolizálja az igazságot és az igazságtalanságokat. Ez a visszatekintés utalhat a múltra, és pontosan ezt akartam közölni veled. Olyan dolgokra figyelj oda, ami igazságtalanul ért téged, nem csak a jelenben, hanem a múltban is. Gondolj vissza erre. A levegő elemében van egy visszatekintő Mars bolygó, az lehet az is, hogy egy férfi visszatér hozzád a múltból, azon kívül Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a Nap. És hogy hat ez ki az energiamezőre? Vata dósa az jelenti a mozgást. És a levegő elemét. Itt van Mars bolygó, Vénusz bolygó, ami utal a párkapcsolatra is. Azon kívül Merkur bolygó, a kommunikációra, és itt van a nap, megvilágít valamit. Megvan a lehetőség arra, hogy bizonyos dolgokat tisztázzunk. A föld elemében van a hold és Szaturnusz bolygó, a víz elemében van Jupiter bolygó, ez a kafadósa. Kafadósa az azt jelenti, hogy szeretnél valamit kialakítani. Ez jelenti a biztonságot is. Hallgass az érzelmeidre, ez a hold energiája, tehát ha valaki megbántott téged, akkor ezt nem szabad elfogadni, hanem védd magadat. Szaturnusz bolygó segít abban, hogy másokat tudj most korlátozni, vagy jelentheti azt is, hogy mások korlátoztak téged, és ez nem tetszik neked. És Jupiter bolygó jelenti ezt az igazságtalanságot. De legyen meg a biztonság érzete, hiszen megvan a biztos talaj a lábad alatt, ez a kafa dósa, ez a kafa energia. Itt a dósa, az jelenti a változásokat, itt tulajdonképpen a tűz eleméről és a víz eleméről van szó. A tűz elemében nincs bolygó, viszont a víz eleméhez tartozik Jupiter bolygó, ami jelenti ezeket az igazságtalanságokat, amit így a képen is mutattam a háttérben, a gombák, és itt megvan ez a változás. Ez a pita dósa, a megújulások, a transformáció. Tehát megvan most arra a lehetőség, hogy tisztázd ezeket a dolgokat, és én kívánok sok sikert ehhez, minden jót, nagyon sok szeretettel, tenderrá!